Az Ars Sacra Alapítvány két pályázatot hirdetett iskolás gyermekek számára. A szervezők a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz és Szent István királyhoz kapcsolódó rajzokat várnak a fiataloktól. Az Ars Sacra Alapítványnál úgy gondoltuk, hogy az idei jubileumi 15. Ars Sacra Fesztiválunk kapcsán is, illetve Ferenc pápa által meghirdetett családévek és Szent József évek alkalmából is ideje van annak, hogy egy kicsit jobban odaforduljunk a családokhoz és a gyerekekhez is, és a programjainkhoz való ráhangolódásképpen szerettünk volna ilyen jellegű feladatokat kínálni a gyerekeknek és a családoknak. A rajzpályázat az a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus mottójához kapcsolódik, tehát a minden forráson belőled fakad. Zsoltár idézet kapcsán várunk alkotásokat, egészen óvodáskortól gimnazista korosztályig. Fontos megemlíteni, hogy ez a rajzpályázat ez nem verseny, a rajzokat kiállítás megrendezésének a céljából várjuk. A másik pályázat ez egy kicsit más jellegű, ennek van egy címe is, István király nyomában. Ezt kifejezetten általános iskolás alsó tagozatos gyerekeknek készítettük el. Ez egy 8 héten át tartó kaland, úgymond, kvízekkel és különféle kreatív feladatokkal. Július 1-től indult, és éppen ma, mai napon jött ki a második feladat. Az Ars Sacra Fesztivál Facebook oldalát kell nyomon követni ezzel a pályázattal kapcsolatban. És tényleg különféle ügyességi, kreatív feladatokat osztunk meg a gyerekeknek. A NEC-hez kapcsolódó pályázat nevezési határideje augusztus 22-e, míg István király nyomában című vetélkedő július 1-től egészen augusztus 20-áig tart. Bővebb információ az alapítvány e-mail címén található.